Mintegy 350 millió forintos beruházással bővítette telephelyét, ahogy az ERT Máté Szalkán. A fejlesztésnek köszönhetően egy kétszintes, 1400 négyzetméteres épületet alakítottak ki. A Hoya Máté Szalkai telephely bővítési terveiről tavaly márciusban számoltunk be híradónkban. A beruházás pedig idén szeptember végén befejeződött. A gyár havi szinten 500 ezer darab műanyag és üvegszemüveglencsét gyárt és értékesít. Így a Hoya Máté Szalkai leányvállalata fontos szereplője a globális üveglencsepiacnak. A gyárat az elmúlt 10 évben részben saját erőből, részben állami támogatásból folyamatosan fejlesztette a japán tulajdonos. A mostani beruházás közel 350 millió forintból valósult meg. Minden olyan beruházás, amelyik ilyen hátrányos helyzetű térségben valósul meg, hozzájárul ahhoz a fajta társadalmi felzárkózáshoz, ami miatt hátrányos a térség, hiszen próbáljuk mi az önkormányzatokkal, beruházásokkal azokat a jóléti intézkedéseket, kerékpárutakat, intézmények felújítását, energetikai felújítását megvalósítani, de azt gondolom, hogy a munkahelyteremtés a legfontosabb, hiszen hogyha munka van, minden van, és itt mi üdvözöljük a Hoyának azt a fajta beruházási kedvét, ami ide köti őket Máté Szalkára, és ezzel a beruházással is munkahelyeket teremtenek, ebben adófizetőik lesznek, azt gondolom, a városnak, és az itt élő emberek közül az alkalmazottak pedig jobb életminőséget fognak kapni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a gazdaság szereplői sokkal fontosabb, mint mi állami szereplők gondoljuk, úgyhogy magam és a kormány nevében is azt gondolom, hogy jó helyre megyen mindaz a pénz, amit ilyenkor vagy beruházásként, vagy pályázatként, vagy támogatásként kap meg egy-egy ilyen cég. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Tóth István, ahogy az ERT elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat, a nézőket! Bár azért nagyjából elhangzott, hogy milyen fejlesztést vittek, bővítést vittek véghez, de azért néhány konkrétumot áruljon el nekünk, meg arra azt is, hogy miért volt erre egyáltalán szükség. Igen, tehát a bővítést az váltotta ki, hogy az elmúlt 6 év során jelentősen növekedett a társaság üzleti forgalma. Tehát ebben az időszakban mintegy megötszöröztük az árbevételünket, a létszámunkat 250 főről több mint 1000 fő fölé sikerült növelnünk ebben az időszakban. Tehát ezzel nyugodtan kijelenthetjük, hogy a térség egyik legnagyobb termelő foglalkoztató vállalkozása vagyunk. És ezt a hirtelen növekedést igaz átmenetileg bélemények igénybevételével tudtuk biztosítani, de eljött az az idő, amikor a hatékonysági elvárások miatt, illetve hát egy jobb termelékenységi folyamat kikényszerítette az élet, igaz, ezt a dolgot, és úgy döntöttünk, hogy ezekből a béleményekből visszaköltözünk a fő telephelyre, azt bővítjük, és nyugodtan kijelentettem, hogy... Ez már bevett gyakorlat, ugye? Így van. Mondhatjuk. Így van, és a dolgozóink olyan kiváló teljesítményt nyújtottak, amely alapot adott arra, hogy a tulajdonosok hozzájárultak ehhez a beruházáshoz. Én ezt szeretném kiemelni, hogy igazából ez volt a lényeg ennek a dolognak, hogy a tulajdonos bízott a Máté Szalkai dolgozók munkájában, és hozzájárult ehhez a bővítéshez. Említette, hogy nagyot fejlődött a cég. Minek köszönhető mindez, ez a fejlődés? Ez a, csak is a gazdaság növekedésének? Nem csak a gazdaság növekedésének, hanem a Hoyán belül a üzleti filozófia olyan értelemben megváltozott. Korábban volt egy olyan nézőpont, hogy elsősorban Ázsiára kell koncentrálnia, hiszen egy globális, multinacionális cégről beszélünk, de felismerte a tulajdonos, hogy fontos az, hogy Európában is legyen egy erős termelőközpont, ez lennénk mi, és ez 2012-től következett be ez a változás, és gyakorlatilag innentől számolunk ezzel a jelentős bővüléssel. Hány gyára van a világon a Hoyának? Hát a Hoyának több üzletága van, ezen belül az egyik a szemüveglencse üzletág, a Vision Care. Összességében több mint 100 lányvállalata van a Hoyának, tehát rendkívül szertágazó nagy cégről beszélünk. És ilyen lencse gyár? Nem, lencse gyár, azért lencse gyár, ez 60 fölött van, de ebből három nagy termelőgyárunk van, egy van Tájföldön, egy Fülöp-szigeteknél, és a harmadik pedig Máté Szalka. Akkor, amikor véghez vitték ezt a bővítést, és ugye létszámban is bővítettek, akkor milyen szempontok alapján merték megtenni ezt a lépést? Hiszen manapság ugye mondhatjuk azt, hogy munkaerőhiánnyal küzdünk. Hát igen, részben ez is váltotta ki, igaz, hiszen így a folyamataink sokkal hatékonyabbak, kevesebb létszámmal tudjuk megoldani, hiszen
a véleményeknek a fenntartása az többletlétszámot igényelt, és a piacra is gyorsabban tudunk szállítani, tehát lerövidül ezzel a fejlesztéssel a termelés átfutási ideje, és ez nagyon fontos szempont ma a vevőknél, hogy mennyire gyorsan szállít a termelő, a beszállító cég. Hát itt, ha jól tudom, egyik napról a másikra. Tehát ezt a dolgot úgy kell elképzelni, elhangzott a felvezetőben ez az 500 ezer darab lencse kiszállítása, tehát napi szinten kapunk 15-20 ezer darab rendelést, és ezeket folyamatosan, tehát egyenként kapjuk ezeket a rendeléseket, és Európa gyakorlatilag minden országában napi szinten kiszállítás van ezekből a lencsékből, tehát ez egy elég bonyolult folyamat. Tehát nem tömeggyártásról beszélünk, hanem egyenkénti gyártásról. Ide aztán kell logisztika bőven. Igen. Mondhatjuk. Igen. Miért pont Máté Szalka? Jól tudom, 1999 óta vannak ott, de hát nem csak a Hoya, hanem még azért több más cég is. Hát, Máté Szalka, igaz, a polgármesterről mindig el szoktam mondani, hogy a fényvárosa, de mi el szoktuk mondani, hogy az optikai ipar városa is. Ahogy ön is utalt rá, három nagy optikai szereplő is megtalálható Máté Szalkán, tehát a Hoyán kívül, az, aki a világon a második legnagyobb szemüveglencsegyártó multinacionális vállalat, mellette ott van a Zeiss, aki szintén meghatározó szereplője az optikai piacnak, és Európában meglehetősen jelentős a Specsavers is. Ezek a cégek mind a magyar optikai művek utódcégei, lehet ezt mondani, tehát ebből a hagyományból táplálkoznak, tehát hagyománya van az optikai iparnak Máté Szalkán, és gyakorlatilag azért is jöttek ide ezek a cégek. Tehát akkor mondhatjuk, hogy azért a Máté Szalkán lévő lencsegyártás, az hál' Istennek az tovább öröklődött, vagy öröklődik, nem úgy, mint például a cipőgyártás. Igen. A megyében egy kicsikét más. Igen, azért elég speciális szaktudást igényel a lencsegyártás, és ezért nem mindegy, hogy hol valósítanak meg beruházást ilyen értelemben a cégek. Elmondta azért a többi márkának a nevét is, milyen egymással a viszonyuk? Mi termelő cégek nagyon jó viszonyban vagyunk, igaz? Tehát a piaci verseny az az optikai üzletekben zajlik, úgyhogy ott a mindhárom cégnek megvan az értékesítési lánca, és igazából ott. És hát itt azért van egy közös dimenzió, a Máté Szalka. Ugye hát itt gondolom azért közösen le kell ülni a tárgyalóasztalhoz, és hova tovább egyeztetni a polgármester úrral. Így van, és én azt hiszem nagyon jó irányba haladunk. Itt egyrészt a városi önkormányzat is fölkarolta, és látta annak a fontosságát, hogy ezeknek a cégeknek együtt kell működni, hiszen olyan légkört kell Máté Szalkán megteremtenünk, amely a ott megtelepülő fiatal munkavállalók vonzóvá teszi a várost, hiszen ez egy közös érdek, hogy olyan feltételeket biztosítsunk, amely garantálja azt, hogy a fiatalok jól érzik magukat abban a térségben, és ott kívánnak letelepedni. Azért beszéljünk egy kicsikét arról, hogy milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki önöknél tudjon elhelyezkedni. Hát első és legfontosabb most, hogyha a adminisztrációs és gyártási mérnöki tevékenységet nézzük, kiváló szaktudás, igaz, az adott területen, és emellett nagyon fontos, miután multinacionális cégről beszélünk, a nyelvtudás, tehát azt kell mondanunk, hogy napi szinten angolul megy a folyamatos kommunikáció, vannak japán munkatársaink, tehát akivel nem is tudnánk más nyelven beszélni, de hát ugyanúgy, ahogy említettem, a fő piacaink azok Európa számos országa, a velük való kommunikáció is angol nyelven megy, úgyhogy tehát ezek a legfontosabb kritériumok. És persze kiváló számítástechnikai ismeretek is kellenek, hiszen, ahogy említettem, ezt a volumenű lencse gyártást jó IT infrastruktúra nélkül lehetetlen megvalósítani. Említette a letelepedést, hát itt azért a letelepedésnél szóba kerülhet a lakhatás is. Ez mennyire megoldott? Hát ez most nagy kérdés, igaz? A jövőben vannak elképzeléseink, hogy hogyan tudnánk ezen irányba is vonzóvá tenni a várost, tehát hogyan tudunk akár bérlemények, akár egyéb módon kulturáltabb munkás lakásokat kialakítani, ezzel is enyhíteni valamelyest a munkaerőpiaci helyzeten,
ami nagyon égető napjainkban. Tehát akkor ezen is gondolkodnak. Igen. További tervek? A további tervek automatizálás, igaz? Tehát egyrészt a munkaerő helyzet is kikényszeríti ezt a lépést, másrészt pedig, amint említettem, a szállítási határidők fontossága, és úgy ítéljük meg, hogy ez az a út, amely ebben legjobban tud bennünket támogatni. A technika az elérhető, tehát a beszállítók azok készen állnak, most már csak pénzkérdése, hogy ezeket a rendkívül drága berendezéseket meg tudjuk vásárolni. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.